Hello mindenki! Ha nem találkoztunk volna még, akkor én Marko Rebeka vagyok, és a mai videóban együtt fogunk tusolni, és megnézhetitek a hajápolási rutinomat. Álljunk meg egy pillanat. Oké, köszi. Szóval, megnézhetitek azt a hajápolási rutinomat, ami a videó felvétele után körülbelül 3 nappal teljesen megváltozott, de semmi baj, mert egy következő videóban az új rutinomat is meg fogom nektek mutatni. Emellett pedig hozzá szeretném tenni, hogy ezen a csatornán nincsen pucérkodás, úgyhogy természetesen egy fürdőruhában tusoltam, ami egyáltalán nem reális, pont ugyanúgy, mint ez a hajápolási rutin. És hogy miért, kérdezhetnétek? Egészen egyszerűen rühellek tusolóban tusolni, szerintem a leglogikátlanabb dolog az egész világon. Ja, erről ennyit. A másik dolog pedig, hogy a bőröm... Mondjuk azt, hogy nem volt jó állapotban a videó felvételekor, viszont körülbelül 2 hét múlva fog érkezni egy olyan videó, ahol mindent elmesélek, hogy miért is néz ki itt így a bőröm, ahogy, de erről majd később, most pedig kezdjünk bele a videóban, és mossunk hajat együtt. Első lépésben nagyon romantikusan beállok a tusolófej alá, és bevizezem a hajamat, amit egyébként nagyon sokszor szerettek megjegyezni, hogy száraz, és crusty, és dusty, de őszintén megmondom, hogy baromira hidratált hajam van, viszont göndör. A göndör fogalma mindenkinek más, hullámos a hajam. Megjött Barbie! Hello! Több lépésben szoktam egyébként megmosni a hajam, bármi meglepő is. Először egy Nivea micellás sampont használok, ahogy látjátok is. Egyáltalán nem szponzorált a videó semmilyen része. Rengeteg sampont kipróbáltam már, és ez a micellás egyébként egészen bejött. Nagyon hatékonyan tisztítja a fejbőrt, legalábbis én úgy éreztem, úgyhogy ezt egészen sokat használtam. Miután mindenhol beledolgoztam a fejbőrömbe a sampont, kizárólagosan az ujjbegyeimmel és nem a körmömmel, ugyanis ha a körmeddel mosod a fejbőrödet, akkor fel tudod sérteni, ilyen mikrosérüléseket tudsz ejteni rajta, ami egyáltalán nem tesz jót a fejbőrödnek, úgyhogy csak és kizárólag az ujjbegyemmel. Ezután az első réteget leöblítettem, és jöhet a második sampon, ami egy teszt sampon, őszintén megmondom, hogy szoktam próbálkozni kifejezetten olcsó termékekkel, hogy minél többféle márkát be tudjak nektek mutatni, és ez egy egészen jó találat volt, lelinkelem nektek, hogyha megtalálom interneten. Ezzel mosom meg második lépésben a hajamat. Nagyrészt próbálok a fejbőrömre koncentrálni és a hajtöveimre. A hajvégeimnek bőven elég annyi sampon, ami átfolyik rajtuk a vízzel, esetleg áthúzom rajta egyszer-kétszer a kezem, de ez minden. Barbie-nak nagyon tetszett ez a videó, de... begyorsítottam volna egy kicsit, ugyanis elég unalmas vagyok, úgyhogy bocsássatok meg egy pillanatra, és tekerjünk is bele. Második samponos öblítés is pipa, és ahogy láthatjátok, nagyon szenvedek a vízzel. Nem értem, hogy az emberek hogy tudnak tusolás közben hajat mosni, és itt ne is beszéljünk a hajszálakról a popit között, de mindegy, erről lépjünk is egy kicsit inkább tovább, és nézzük a következő lépést. Miután minden vizet kitöröltem a szememből, és próbálok látni velük, kicsavarom az összes vizet a hajamból. Ups, itt megállunk egy pillanatra, ez a lila sampon, amit szoktam egyébként használni, körülbelül 2 hetente egyszer, ugyanis annyira durván sötét, hogy még hígítva is be tudja fogni lilára a hajam. Ami nem kifejezetten fán, egyszer nagyon befogta, és több hétig nem jött ki, úgyhogy csak óvatosan. Ezután az argánolajas samponnak a balzsamját teszem fel, eloszlatom az egész hajamon. Leginkább középen és a hajvégeken oszlatom el, de egy nagyon keveset szoktam a fejbőrömre is tenni, ugyanis nagyon durván hajlamos a kiszáradásra, és jól esik neki, ez minden. Ezután egy tangle teaserrel szépen kibontom a hajamat, nagyon óvatosan, imádom balzsamozás közben kibontani a hajam, ugyanis nagyon sok szenvedést megspórolok ezzel magamnak. Miután teljesen kifésültem a hajam, nagyon alaposan kimosom a balzsamot belőle, és ha bár nem látjátok, küszködök a levegővétellel.
És miután rájöttem, hogy szörnyű a felső zuhannyal hajat mosni, a kezembe vettem a kézi zuhanyfejet, és igyekeztem a lehető legjobban kiabdíteni. Ezután nagyon óvatosan, de 100%-osan kicsavarom belőle a vizet, amit tudok, és felveszem a turbánkámat. És büszke vagyok rá. Miután hagytam a törölköző alatt megszáradni a hajam, amennyire csak tudtam, kibontom, és első lépésben Olaplex krémet kenek rá. Amióta ezt a krémet használom, jelentősen puhább lett egyébként a hajam, és sokkal szebben néz ki vasalva és begöndörítve is. Ezután hővédősprét fújok a hajamra, és közben Oli liheg mellettem. Majd rájöttem, hogy valószínű többet fújtam mellé, mint a hajamra, úgyhogy a kezembe fújtam pár pompányit, és eloszlatom a haj végeimen. Majd a hajam legvégére, illetve a legszőkébb részekre is teszek egy nagyon kevés olajat. Ez egyébként egy kifejezetten göndörítős olaj, de nem láttam még göndörítő hatását, úgyhogy mindig ezt szoktam használni. Olyan rég vettük fel a videót, hogy el is felejtettem, milyen vicces vagyok. Ha valaki nem tud szájról olvasni, Dyson, hív fel! Egy nagyon régi hajszárítót használok egyébként. Semmi baja, de írtó régi. Nagyon fontos, hogy tegyétek rá ezt a kis légterelő csatlakozót, pótlékot, kis valami. Tudom, hogy nagyon lusta vagyok, de sose szoktam körkefével szárítani a hajam, mindig ahogy esik. Minél gyorsabban legyen meg, és egyébként 5 perc alatt körülbelül meg is szárad a hajam 85-90%-osra. Miután úgy érzem, hogy nagyjából megszáradt a hajam, kifésülöm, és ilyenkor szoktam találni 1-2 vizes pontot még, azokon át szoktam menni még egy szárítással, ha éppen olyan kedvem van, nem mindig van olyan kedvem. Ilyenkor általában kiválasztom azt a részt, ami vizes, és vagy a kefével, vagy egy körkefével szoktam rászárítani. És miután ezzel is kész vagyok, konstatálom, hogy a babahajaim szörnyen néznek ki, de egyébként sincs sehova mennem, úgyhogy nem foglalkozok vele. Kicsit dobálom a hajam, mert miért ne? És a biztonság kedvéért még egyszer egy nagyon kicsit átmegyek rajta olajjal, csak hogy szépen csillogjon, és még egyszer megjegyezném, hogy a hajam eredetileg göndör. Ha nem láttátok még, hogy milyen a hajam eredeti textúrája, akkor azt most meg tudjátok nézni. És pont ezért ilyen kis szálkás, ugyanis ha nem körkefével szárítom ki, akkor nincs az az Isten, hogy szép, egyenes és sejmes legyen. Yay! Done! Ez lenne az én már nem aktuális hajápolási rutinom. Hogyha szeretnétek látni azt, amit most művelek, akkor írjátok le a komment részlegbe, és csinálunk még egy közös tusolást. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!